Talán jobban járnánk, ha nem győznénk le Ferőt. A személy szerint mit vár a Ferő elleni mérkőzést? Én úgy ítélem meg, hogy mind a két meccsen, a Ferrer meccsen és a görög meccsen is mi vagyunk az esélyesek, és azt gondolom, hogy az esélyeshez méltóan kell játszani, és meg is kell nyerni mind a két meccset. Remélem, hogy Böde Dani segítségével meg fogjuk szerezni a győzelmet, és ha minden jól alakul, akár a görög mérkőzés már nem is fog beleszámítani a továbbjutás kérdésében. Nagyon érdekes, mert pont tegnap olvasgattam azt a felvetést, hogy talán jobban járnánk, ha nem győznénk le Ferőt, mert ugye a csoport utolsók elleni pontokat nem számolják, és hogyha mi a Ferőt legyőzzük, lehet, hogy csoport utolsó lesz, jobban járnánk a görögök ellen. De úgy gondolom, ennek nincs létjogosultsága, nyernie kell a válogatottnak. Nagyon bízom benne, hogy a fiúk sikerrel veszik ezt az akadályt. Egy óriási lépés lenne itt a továbbjutás szempontjából. Én úgy gondolom, hogy nem egy teljesíthetetlen feladat, de mindenkinek oda kell magát tenni 100%-ig, és nem szabad lenézzük az ellenfelet. Nem lehet kérdés az, hogy ki fog nyerni. Pontosabban bízom benne, hogy nem lehet kérdés az, hogy ki fog nyerni. Mindenképpen, ha nem is olyan játékkal, ez most teljesen mindegy, 3 pontot várok. Akkor a kijutás is meg lesz? Hát nézd, utána megyünk még Görögországba, ami szintén nem könnyű mérkőzés, de én nagyon bízom benne, hogy most ez a feröeri meccs megadja az alapot a kinti görög meccsre, és hogyha minden úgy alakul, és az ellenfelek is nekünk játszanak, akkor nagyon bízom benne, hogy igen. A hollandokat is kaphatjuk a pótselejtezőn, azért ez egy nehezebb dolog, de az már a jövő zenéje, most azt hiszem, hogy azzal lenne mindenképp picit elégedett, hogyha ez a 3. helyet sikerülne megszerezni.